A Székesfehérvári Balettszínház a Vörösmarty Színházban mutatja be Csajkovszki örökbecsű klasszikus balettjét, a Diótörőt. Az Egerházi Attila koreográfiájával készülő darab egyszerre ötvözi a modern és a klasszikus elemeket, a karácsony hangulatát emeli át a gyermekek világába, megőrizve a Diótörő jellegét. A Diótörő az az ünnepről, illetve a szeretet ünnepéről szól, és az az üzenete a mi Diótörőnknek, hogy a szívben, a szívekben, az emberek szívében ne kizárólag karácsony alkalmával lángoljék a szeretett tüze, hanem a hétköznapokban is. Ennek megfelelően a darab dramaturgiája és képi világa azt sugallja, hogy az első felvonás az szürke, a díszletek és jelmezek is, most spoilerozom egy picit a balettet, viszont az álomvilág, amit Marika álmodik, az színes. Csajkovszki Diótörője mára már elmaradhatatlan kellékévé vált a karácsonyi készülődésnek, és szinte nincs olyan gyermek vagy felnőtt, aki ne ismerni az orosz balett remek művét vagy annak zenéjét. Ezt köszön vissza a Balettszínház előadásában is, kicsit másként. A mi Diótörőnk, Attila verziója, az nagyon különbözik a többik, amit eddig láttam, mert szerintem így kihozta belőled a magic, ami az első felvonás nem teljesen gazdag díszlet, ez egy szegény család, és utána, hogy változik az a világ, az nagyon karácsonyi, nagyon szeretük ezt a nagy váltást, ez a meglepetés, hogy látja Marika ezt az élet. A darab premierje ma 19 órakor lesz a Vörösmarty Színházban, de a balettkedvelők megtekinthetik 15-én és 28-án is.